Azt mondod, hogy megbukott a Megasztár, hát ezen annyira Nem, azt 1 mondtam, millió 300 azt mondtam, azt a mondtam, bukott műsor átkerült az X-faktorral szemben megbukott műsor, és azt is de miért minden kell gerjeszteni háborút? Miért azt lehet mondani, hogy a második helyezett, a kevésbé nézett, ami még mindig... Nem, én nem értem, mert ezzel eszkalálódik. Tehát a dolog az odáig fajul, hogy most már tényleg lövészárkok vannak, és onnan lőnek, és akkor ezek nehéz tüzérséggel válaszolnak. Akkor ők bevetik a kis atomot. Képzeld el azt a helyzetet, hogy ott ülsz egy televízió programigazgatójaként. Te csinálod a nézettebb. Mondjuk megbukik a műsorod. Valami. Történik ilyen ugyanis nálunk is. Én nagyon sokszor elgondolkodtam már olyankor, hogy mit kell tennem. Hova tegyem át, mit kell a műsorban változtatni. Nagyon sok dolog eszembe jutott. Egy dolog nem. Hogy felhívjam a nézettebb konkurenst, hogy legyél szíves elpakolni onnan a műsorot, mert az enyémet akkor majd többen nézik. Ez a megoldás, megmondom őszintén, soha nem említett. Nem gondoltam egyébként, tehát ha ez a kérdés, hogy én komolyan gondoltam, hogy majd ti lesztek azok, ezt nem gondoltam komolyan. Függetlenül attól, hogy az sem volt lebajazva, hogy majd ez lesz a marketing, a TV2, hogy átmeneküljön péntekre. Tehát ezt őszintén... Igen, mondom. Ezt maguktól a szerkesztőktől hallottam egyébként, hogy ők is meglepődtek, hogy 4 perces csúszásba került emiatt. Ugye, én, igen. Egyébként azt gondolom, hogy Sándor most szombaton, tehát nem azon a szombaton, hanem egy héttel később hozta kényszerhelyzetbe a TV2-t, a saját ügyed szempontjából ráadásul ezt szerintem jól csinálta. Tehát amikor visszatértél erre a témára, elmondtad, hogy hány e-mailt kaptál, és hogy a TV2 ezen hétfőn gondolkodik, akkor én otthon ültem és jót röhögtem magamban, mert arra gondoltam, hogy most még ha véletlenül a nézettség följebb megy, akkor is kénytelenek átrakni, mert arra se hivatkozhatnak. Szerintem a két csatorna nem háborúzik egymással. Nem háborúzik mik egymással. Mik azok a jelzők? A bukott, Megasztár, második helyezett. Néha olvasd el, légy szíves, a TV2 közleményeit is. Remélem, hogy neki persze, is. Tehát, hogy tehát, ez hogy, az igazi, meg legenda csak egy van. Tehát ezek mind és nem egymás provokálása. De nem csak, ráadásul nem csak a Megasztárral kapcsolatos közleményeit is. És néhány egyéb dolgot is, amiben én tényleg azt gondolom, hogy mi megpróbálunk sokszor önmegtartóztatva. Az elegancia, az hiányzik nagyon. Igen, de azt gondolom, hogy a mi részünkről nem. Tehát az, amikor, és most nem, konkrét műsorokra is utalhatok, tehát az, hogy mi a szánkra nem vesszük egy TV2-s műsorvezető magánéletét sem. Most és nem csak arról beszélek, hogy nem hívjuk be, mert azt lehet, hogy meg sem tehetnénk, de semmilyen szempontból. Egyszerűen van bennünk annyi tisztesség. Én semmiképpen nem gondolom azt, hogy döjfüsek voltunk, ha azt gondolnám, nem csináltuk volna azt, amit csináltunk. De azt mindenképpen gondolom, hogy nagyon sok olyan néző lehet, aki ettől függetlenül, hogyha meghallgatja a racionális érveket, akkor hajlandó a szerint eldönteni, hogy kinek van igaz és kinek nincs igaz egy vitában. Persze mondhattuk volna azt is, hogy igen, megfontoljuk, majd nem tesszük meg. Még azt is mondom, hogy lehet, hogy kommunikációs szempontból ez az adott esetben szerencsésebb, de hogy ez a kettő közül inkább a demagóg megoldása helyett, hogy indokolnánk, hogy mit miért nem teszünk meg, azt hiszem ez is igaz. Ugye felmerült a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy hasonló formátumok lényegében a kereskedelmi tévék indulása óta versenyeznek kvázi egymással, a napi sorozatoktól kezdve Barátok közt, Jóban rosszban, a Sztár magazinokig. Ez miért most merült fel, hogy legyen két külön? Hát elég nagy baj, de erre Péternek van egy elmélete, és majd ezt ő elmondja, hogy talán ezt a, tehát az RTL Klub kiszámítható műsorpolitikát az RTL Klub TV2 lekövette. Magyarán, amikor volt a Fókusz, és ez történelmi tény, hogy hamarabb volt, mint az Aktív, akkor az Aktívot rátették. Még az is igaz, hogy amikor a Fókusz elmozdult fél órával előrébb vagy hátrébb, akkor az Aktívot oda csúsztatták, ahol a Fókusz ment. Tehát, hogy ezt a TV2 kezdte, és lehet, hogy folytatta is. Ezt inkább Péter tudja, mert ő már nagyon régóta programigazgatója az RTL-nek. Igazából ez mindenre elmondható. Tehát ugyanezt történt a Barátok közt, a Jóban rosszban esetében, és az összes többi esetben is ez történt ránk. Ez tényleg nem jellemző, és természetesen a gondolataink közül az egyik legfontosabb, hogy miért nem akarjuk az X-faktort sem máshova tenni, az pontosan az, hogy mi azt mondtuk augusztusban, hogy ott lesz, és akkor az, ameddig van, mi akkor vagyunk következetesek, ha végig ott van. Tehát tényleg jó, de lehetett tudni, hogy a Megasztár is ott lesz, Péter? Hát igen, de hogy mit lehetett tudni, meg én megmondom őszintén, nem voltam erről meggyőződve, hogy ott lesz a Megasztár. Nagyon ha sokat, tudtad volna? Ha tudtam volna, szombaton lesz. Akkor is szombaton lett volna az X-faktor. Én a problémát egyébként nem tartom olyan problémának, mint ahogy az elmúlt két hétben a bulvársajtóban tűnt. Hát én ennél sokkal nagyobbnak tartom, sőt, most majd új mozgalmon gondolkodom, hogy minden ilyen azonos, ugyanis az nem jellemző, tehát most a német és az angol televíziózást végignéztem. A német televíziózásban mondjuk nagyon otthon van Zentai Péter, aki ott élt 5 évig, és német szakreferens, tehát hogy nagyon tudja, hogy mi folyik ott, azt mondja,
sokkal több kereskedelmi csatorna, és nem intézményesen, nem hatósági hatásra, hanem egyszerűen leülnek és megállapodnak. Nincs olyan, hogy a két nagy szórakoztató műsor szembe menjen egymással. Természetesen néhány néző fel fog háborodni, és az is igaz, hogy neked azok fognak írni, akiknek szimpatikus ez, amit mondtál. Azért ez nagyon feltétlenül... sok nézet, már nálatok is nagyságrendben, akik nekem írta. Mondom, hogy az természetesen... nagyon komoly nagyságrend, nem is 10 nap, 8 nap alatt megmozdul durván 500 000 néző, azért az de nagyon... De ez a te számításod. Nincsen másfél. Én odaadom a teljes levelezésemet. Szorozd be, több fog kijönni, mint 5 átlag nézőnek. Tehát több fog kijönni átlag levélhez vagy e-mailhez kapcsolhatóan, nem 5, hanem mondom 51, 142, ilyen aláírások. Alig volt, aki csak a saját nevében írta alá. Valóban hálás lehet neked szerintem a TV2, mert az neked köszönhető. Meggyőződésem, hogy nagyon sokan azt figyelték a most szombati magasztárban, hogy vajon mit fogsz mondani ebben az ügyben. Aztán húztam az időt, ránéztem az órámra, hogy 9 volt, ott már valószínűleg vége tudtam, van. Akkor ez tudatos volt. Akkor ez tudatos volt, persze. Hát nyilván el akartam azoknak is mondani, mert mondom, a két néző, az RTL Klub néző, TV2 nagyban fedi egymást. 1.300.000 elejéig szinte biztos. Ha meg aztán nézettebb lett volna, akkor is felszólal? Valószínűleg igen, ezt magam is végig gondoltam még előtte, hogy megtenném-e fordított esetben, abban már kevésbé bíztam volna, hogy az RTL Klub akkor odébb mozdul. Tehát ez így volt szerencsésem, mert abban lehetett bízni, hogy a TV2, akinek tulajdonképpen ez a napi rutinjai közé tartozik, hogy mozgatja a műsorokat kiadott műsorrendtől eltérően, hogy ez be fogja látni. De ott is azért én már hallottam, hogy ment hosszasan a tépelődés, hogy legyen, volt szombat, volt hétfő, minden volt. És gondoltam, hogy mozdítsuk ezt elő. Legfeljebb minden marad a régiben. Az reklámozók a reklám blokk nézettség alapján fizetnek igen, a tévének, ugye? Igen. És azért az tény, és a nézettségből az is kiderül, hogy rengetegen átkapcsoltak a reklám blokkokban a Megasztárra az elmúlt hetekben. Abszolút bevételbe belőle. Remélem is, hogy megosztják vele. Nem tervezzük ezt. Na, de azért gondolkodjatok el, most még előtte vagyunk. Ugye 20%-os ügynöki jutalék szerintem bőven lecsúszhat. Köztérre fogom felajánlani, már megmondom, és akkor szimpatikus lehet az RTL Klub. Hát azért az a helyzet, hogy szerintem az RTL Klub így is elég szimpatikus, és remélem, hogy még inkább az lesz, de ehhez nem kell ez. Ráadásul nem pontosan így van szerintem. Tehát az igaz természetesen, hogy a szombati reklámblokkok nézettsége az így magasabb lesz. De az is 100%-ig biztos, hogy a pénteki reklámblokkok nézettsége viszont jóval kisebb lesz. Azaz a héten belül a dolog szumája. Már miért is azt mondod, hogy a barátok közt, ha nem ott lesz a reklámblokk, hanem... Hát nem csak azért, hanem azért, mert ismerve a TV2 műsorkészítési gyakorlatát, egy maratoni éjfélig tartó adásra számíthatunk minden egyes pénteken. Fél 12. Nem nagyon tudnak megoldani 3-3 és fél óra alatt 2 órányra való tartalmat. Na mindegy, a lényeg az hát az... Ti is 3 órát lesztek, nem? Nem, mindig egy ez kicsit. 3 lesz, mindig ez azt hiszem, lesz, hogy ez nagyon hosszú lesz. 23-30. Úgyhogy jó erőt kívánok a végigüléséhez. Mindig egy picit. 3 kis idegélelem van nálam. Amikor unatkozom, akkor elfoglalom magam, viszek dolgozni valóta. Mit szól az RTL Klub Friderikus Sándor azon ötletéhez, miszerint legyen egy óriási nagy döntő, egy... Néző ötlete nem az enyém, szívesen venném, de nagyon jó ötlet. Én szerintem ott lehetne megködni a két de elemezőnek. De támogatja ezt is. Tehát... Nagyon, tehát most ez egy újabb forduló. Na az RTL Klub mit szól ehhez? Egy közös döntő? Szerintem ez abszurditás. Nem közös döntő, várjál, megvan a döntő. Megvannak a győztesek, tehát abszolút mindenki végigviszi a maga műsorát, és az első 5 helyezett, aki ott volt az 5, meg aki itt volt az 5, az egy gigasztár, vagy nem tudom, most egy munkacím, összemér, és mindkét adó sugároz azt az egy programot. Ez egy hihetetlenül szép, és a nézők felé egy ilyen a két csatorna békét jelképező folyamat. Jósoljuk meg ezt a péntek-szombati nézettséget. Sert kér, ugye? Sert kér, tehát hogy az adott pillanatban a tévé az a 2,5 vagy 3 óra, amíg tart a Megasztár, az a teljes műsor. És mennyi lehet a tólig? Tehát meddig van tűrés? Mondjuk, hány látom hány Péter 2%-ot tét, legyen 3% a maximum. Hát az nagyon kell. Akkor 5-öt írok, jó? Akkor én is. Írjál teljesen. Én a Megasztára 40-42%-ot, az X-faktorra 47-52%-ot. Ja, én 35 és 40 között írtam a Megasztár. Te mit mondtál a Megasztára? 40-42-t. Na tessék, hát ott van a... Wow, akkor itt két nagyon nézett műsor lesz holnap. Igen, és holnap. Én is erre számítok. És még akkor nem tudják, hogy mit csinálok a holnapi műsorban. Alig várjuk.